50 évet mondjuk eltölteni egy szatmári tájegységben, néhány faluban, és ott együtt élni a néppel, azért az nagy dolog. És különösen, hogyha jó eszű ember, tehát jó felfogó képességű, jó emlékező tehetségű, és ezt meg is tudja őrizni, akkor én szerintem az egy kitűnő forrás, amelyből minden nap meríthetünk, és tulajdonképpen őt állandóan kérdezni kellene, állandóan mondani kellene neki a dolgait, és a magnók tönkre mennének, és ő még mindig mondaná. Csiszár Árpádot, a Vásáros Namennyi Beregi Múzeum igazgatóját, az én kedves Árpád bátyámat, körülbelül 20 esztendővel ezelőtt ismertem meg. Akkor, amikor Babus Jolán éppen elhagyta Vásáros Namennyt, hisz ő kezdte el tulajdonképpen gyűjtögetni az ottani múzeumnak az anyagát. Belefáradva, belekeseredve az ottani hiába való gyűjtő munkába elment. És akkor megismertem ott egy kemény konok embert, egy nagy fekete kalapos embert, aki Csiszár Árpádnak hívtak, különben református lelkész volt, ahogy mondták, és egy nagy rossz biciklivel, egy kerékpárral, ugye felszerelve, egy kovácsolt, ilyen hátúra készített nagy csomagtartóval, és arra felkötve egy nagy malomkő, volt az első találkozásunk a Kraszna híd és a Tisza híd közepe táján, valahonnan hozta. Én már akkor mocorgott bennem valami, hogy Szatmárban is kellene valami múzeumfélét csinálni, de szóval valahogy úgy éreztem, hogy ez nagyon nagy hit és ugye, szorgalom és nagy keménység kell, és nekem ő példaképet jelentett, és ebbe a szorgalmas konok gyűjtői munkában nekem ő mindig példaképen volt, és tulajdonképpen Szabolcs-Szatmár megye 8 múzeuma közül a legértékesebb néprajzi gyűjteményt hozta össze Csiszár Árpád. Hát az embernek azért a helyzetét azt bizonyos mértékig azért az eredete azért megszabja. Nagyon érdekes, foglalkoztam így a családomnak a történetével, úgy elgondolkoztam nagyon sokszor róla. Férfi ágon, már apai ágon is, anyai ágon is. Az apai ág az Máramoros szigeten élt. Ott az én elődeim, az én őseim, azok tímárok voltak. A déd nagyapám is tímár volt, a nagyapám is tímár volt, de nagyapám aztán valahogy nem ment neki az ipar, és akkor az ottani jogakadémiához oda került pedellusnak nagyapám. Csiszár József, édesapámnak az apja. A másik ágon, anyai ágon, ott pedig az egy kicsit kalandosabb, változatosabb életi família volt, azok meg csizmadiák voltak az ősök Hajdúböszörménybe. Egy dédapám, az közül le pap volt, nevelő volt a Teleki családnál, a felesége pedig a Teleki családnak egy komornája lett, Bányai Júlia. Az az érdekes, hogy ez az iparos társaság, ez kisnemes társaság volt. Ezzel a témával keveset foglalkoztak, vagy jóformán még senki se foglalkozott, hogy itt Magyarországon nem, legalábbis ezen a területen nem kifejezetten polgári réteg volt ez az iparos réteg, hanem kisnemesek voltak. A csiszárok is nemeseknek tartották magukat, déd nagyapámnak a anyakönyvi kivonatában még úgy van, hogy inszurgens, ifjú legény. Na most, ezeknél élt a családi hagyomány, és mikor például nagyapám az pedellus lett, akkor neki a felesége nagyanyám, az meg egy rézöntőnek a jánya volt, az Cipszer volt, Hoffer Józefa. Most ezeknek a fia, hogy olyan körülmények közé kerül, akkor értelmiségi lett. Így lett édesapám is aztán pap. Máramoros szigeten ott elvégezte a gimnáziumot, a testvérei is tanultak, már ez nagyapámon keresztül. Szóval édesapám aztán Szamostatárfalvára került papnak, 300 lelkes kisfalu Szamostatárfalva,
Ott is töltötte le az egész életét. 40 esztendőn keresztül szolgált ott. A választása, a megválasztása is már úgy történt, hogy a régi pap választásoknál ott voltak ellentétek, hát mellette a szegénység állott. A jó gazdák azok ellene voltak, de hát többen voltak a szegények, így aztán megválasztották. Édesapámnak ez aztán ez szabtai meg az egész magatartását? Nem. Természetiben volt az, hogy ezekkel az emberekkel tartotta aztán a szorosabb összeköttetést. Ő nem tudott behódolni sose, se a vagyonnak, se a rangnak. Ő nem tudott összejönni sose a gentrikkel például, hogy kereste volna barátságot azokkal, vagy hódolt volna nekik. Nagyon-nagyon egyszerű életet élt, hogy az emberek bíztak benne. Most a család, hatan voltunk mi testvérek, hat élő gyermek volt, ezeknek a nevelésről kellett gondoskodni, hát ez nagyon nehéz volt, mert ő 14-be került oda, én 12-be születtem. Akkor, amikor nekünk középiskolába kellett kerülni, hát akkor nagyon rossz körülmények voltak, mert falusi parókiáknál az államsegély volt a fő bevételi forrás, és akkor a nagy infláció alatt ez megsemmisült. Neki akkor az összes jövedelme olyan 6 hord főd volt, amit ő munkálni nem tudott, mások munkálták meg rosszul, meg vagy 20 köböl, vagy 20 márhányi termény volt a jövedelme, úgy, hogy amikor mi iskolát kezdtünk, nekünk magántanulóskodni kellett. Édesapám tanított bennünket, úgy mentünk vizsgázni a debreceni gimnáziumba. Később is, amikor nehézségek voltak, akkor befogott bennünket magántanulónak. Tulajdonképpen például latinul én nem is tanultam életemben más, mint amire édesapám tanított. Én arra abból érettségiztem, amit nekem az első 3 gimnáziumban, meg 6. megtanított. Na most, ezek a körülmények az embernek rá, nem rá nehezednek, nem jól mondanám, ezek megszabják az egész magatartását. Én is már gyermekkoromban azokkal a gyermekekkel voltam cimboraságban, jobb cimboraságban, akik közelebb voltak édesapámmal. Ott éltem a faluban. A falunak ismertem minden dolgát. Az én barátaimnak a házába oda jártunk, együtt játszottunk. Ismertem például a falunak a kosztját. Mivel, hogy sütik, miből sütik a kenyeret, bizony akkor tengeri kenyér volt a szegényebb házaknál tavasszal, egészen rendszeresen. Tehát ezt az életmódot magát. Na most, én a múzeum szempontjából nagyon nagy hasznát vettem éppen ennek a szegénységnek, mert amikor otthon magántanulóskodtam, akkor tovább tartott az én kapcsolatom az ottaniakkal, a fiatalokkal, meg az öregekkel. Mert hogyha valaki elment a kollégiumba és bezárult utána az ajtó, akkor a kapcsolatok nagyjából megszakadtak. Én otthon maradtam a faluba, és ez megszabta azt, hogy jobban is érdeklődtem, mint más. Amikor elmentem nyilvános iskolába, Sárospatakon voltam 4. gimnázista, azután Debrecenbe voltam gimnázista, akkor az ember egy kis kitekintést szerzett, és akkor, mikor visszatértem a faluba, akkor ha valami összehasonlítás kellett, akkor mindjárt nyilvánvaló volt előttem, hogy a népélethez ez tartozik hozzá. Úgy kirajzolódott előttem az egész népélet, és valahogy bennem élt, hogy így mondjam, a néprajz. Szoktunk arról beszélni sokszor, hogy valakikkel, hogy milyen forrásból dolgozom. Hát én, valaki azt mondta, hogy ez gőgösen mondom, hogy hát én magam forrás vagyok. Hát forrás vagyok, mert benne éltem. Hát, hogy sokszor, amit különlegességnek tartunk, míg benne él az ember, tán észre se veszi, később aztán, mikor az ember jobban kitekint, akkor tudatosul benne.
hogy hogy is kerültem a múzeumhoz. Hogy lett az én alkalmazásom? Hát ez meglehetősen izgalmas. Én annak idején a egyetemen régészetet hallgattam, és szívesen tartottam a kapcsolatot például a Déri Múzeummal, Roska Márton professzornak, annak ilyen külső munkatársa voltam. Igen, nem, de 38-ban én csináltam egy nagy gigszert. Mégpedig azt, hogy volt nekünk itt egy hármas határ nevű folyóiratunk Szatmár megyébe, és ott nekem megjelent egy cikkem a keresztről. És én a keresztet ott ilyen etnikai jelképnek fogtam fel, akkor voltak a nagy keresztviták, hogy tegyünk ki a középületekre keresztet, vagy ne tegyünk, és én mint etnikai kérdést hoztam ott elő a keresztet, és azt mondtam, hogy úgy látszik, hogy itt etnikai változások vannak, hogy a keresztet akarják most hozni, mint egy ilyen indogermán szimbólumot, és erre engem agyonütöttek. Akkor Alispánnak, meg más nagyoknak a aláírásával egy röpirat jelent meg ellenem, leszették rólam a keresztvizet, ígéretes tehetségnek látszott, azt írták rólam, de hát hogy én ilyen diszonáns hang bejuthatott ebbe a folyóiratba, meg is bukott ebben aztán a hármas határ tulajdonképpen, és én előttem aztán minden úgy bezárult. Én nem gondoltam egy percig se arra, hogy múzeumnál dolgozzak, mert hiába zörgettem, hogy azok, akik sértvérezték magukat, azok elzárták, én előlem az utat. Na most jött valamikor 62-be, Nyíregyházán jártunk egy értekezleten, a Tákosi pap voltam én akkor, a Gergely Ugorné voltam már, és a kisvarsányi kollégával voltunk, neki akkor kisgyermeke volt, és mikor a többiek jöttek avval akkor a délutáni vonattal, akkor azt mondja, hogy maradjak már vele, ne magába járkáljon bevásárolni Nyíregyházán, úgyis haza tudok jutni könnyen. Hát jó, maradok, és akkor elmentünk vásárolgatni vele, és azt mondja, van még nekem egy kis dolgom itt a múzeumnál. Hít, hogy menjek be vele, mondom, én nem megyek, hát elég be magad, és kívül megvárlak. Addig csalogatott, míg aztán a végén bementem, azt mondja, nem sok időt fogunk tölteni. És ott volt Csallánydezső bácsi, és akkor előjön a problémáival. Előre ezt nekem nem mondta, hogy Kisvarsányban ilyen Tisza gát töltés építésnél ott régészeti anyag jön elő, és arra én ezekbe a kérdésekbe hát nagyon komolyan szóltam, és Dezső bácsi látta, hogy hát én nem vagyok ebbe egészen analfabéta, sőt egészen jól ismerem ezeket a dolgokat, és akkor Dezső bácsi rögtön úgy döntött, hogy Naményba a múzeumnak a fejlesztését hát majd rám fogja bízni, és utána aztán 63 márciusában akkor a szerződést azt meg is kötöttük, és hát az egészen máig fennáll. Én tulajdonképpen nem is álmodtam erről, mert azelőtt, hogyha zörgettem, én velem nem nagyon álltak szóba, amiatt a bizonyos kereszt gigszer miatt. És egyébként is úgy van, hogy hát van az embernek az életében végzetszerűség. Hát én Vásárosnak, mondjuk a Berekbe se akartam jönni soha, én Szatmárba akartam elhelyezkedni. De éppen amiatt a kereszt miatt, meg a földreformba való, földosztásba való részvétel miatt. Nekem ott nem volt maradásom, én ott nem tudtam elhelyezkedni. Hát így kerültem, ide sodort a sors engem Berekbe. Ilyen végzetszerű, hát meg kellett alakulni a Beregi Múzeumnak. Ezt én így veszem tudomásul csak. Neki dültem a munkának, és elkezdtem gyűjteni. Hát ez egy nagyon kalandos valami. Tudnélik, akkor már a múzeum megvolt. A mostani általános iskolának a pincéibe ott volt két helyiség, annak semmi világítás nem volt, se fűtése nem volt. Volt benne néhány póc, és most ebbe kellett, hogy elvégezzük a gyűjtést és a rendszerezést. Sok száz tárgy közepette, ott kucorgott egy ilyen kis picinke kis ilyen íróasztal mellett, alig fért egy könyv rá, vagy egy füzet, és azon ilyen írkalapokra jegyezgette a behozott tárgyaknak az adatait, és a tárgyakkal kapcsolatos, ugye hát följegyzéseket készítette. Hogy őszinte legyek, kicsit úgy megrettentem, és úgy éreztem, hogy ez egy szent ember tulajdonképpen. Ilyen rideg, konok,
rossz körülmények között múzeumot akar csinálni. Hogy egész őszintén talán nem is nagyon hittem benne még akkor. És ő ezt tovább folytatta, biciklizett jó 50 éven túl már, ugye hosszú kilométereken, napról napra 30-40 kilométert is megtett naponta. És amit egy bicikli elbírt, ugye ahogy ő mondta, egy ilyen acélvázas, rozzant bicik, azt ő is elbírta, és ugye hordta a tárgyakat. Manapság, amikor mi már egy gépkocsival hozzuk meg teherautóval, szinte elképzelhetetlen az a hangyaszorgalma, hogy ő ezt ilyen kisüzemi módszerrel tulajdonképpen összehozta. Ez példa lehet mindnyájunk számára. Az én számomra minden esetre nagy példa. Amikor úgy nagyon el voltam keseredve, vagy úgy napjainkban is, amikor megfáradok egy kicsit, és úgy érzem, hogy talán ugye most nem megy, akkor mindig rá gondolok. És akkor erőt merítek belőle, és ugye, hát megéri, ha rá gondolok a Naményi gyűjteményre. Nekem az volt a meggyőződésem, hogy ha jól gyűjtjük össze az anyagot, az anyag az előbb-utóbb szét fogja a falakat nyomni, széllyel fogja repeszteni a falakat. És csak ugyanúgy volt, hogy ahogy gyűltek a tárgyak, úgy szaporodtak a helyiségeink. A következő esztendőben már a két pince helyiséghez egy harmadik pince helyiség is került ott. Igaz, hogy abban minden esztendőben feltört a szennyvíz, és hát a bölcsek azt mondták, hogy ezért nem érdemes gyűjteni. Én viszont úgy gondoltam, hogy ezek a tárgyak, ezek, ha kimaradnak, 100%-ig elpusztulnak. Itt a szennyvíztől, meg a fenésztől, hát el fog pusztulni 30%-a, még akkor is megmarad 70, és hozok be helyette. Szóval az anyag az nagyon-nagyon szépen gyűlt, még hamarosan már 65-be, 66-ba, már még a pincéből is kibújtunk. Ezen a helyen, ahol most vagyunk, itt volt egy régi lakatos műhely, utcára nyíló, ilyen 4x4 méteres szoba, és azt kaptuk meg most már múzeum céljára, abba pakoltunk be. Többesbe beszélek, mert 64-be kaptam egy segítőtársat, a mostani feleségemet, aki teremőrnek került oda a múzeumhoz, ilyen minős, ő is 4 órás alkalmazott volt, én pedig ugye másodállásban voltam, mint Gergely Gornyai pap, szóval két ilyen fél alkalmazott, azért beszélek többesbe. Na most, akkor aztán itt is berendezkedtünk, akkor ez nagyon érdekes volt, mert nomád életet éltünk, mert itt meg nem lehetett télen fűteni, a pincében mégiscsak melegebb volt. Úgyhogy nyáron itt voltunk fenn a napfényen, télen meg lementünk oda, megint a pincébe. Hogy én ezt a munkát végezhessem, ezért nagyon sok áldozatot kellett hozni, mert bele kellett az embernek a közfelfogásba is ütközni. Valahogy benne van a közfelfogásba, hogyha valaki otthon jól gazdálkodik. Nekem pedig volt javadalmi földem, termelhettem volna gyümölcsöt, lehettem volna, hogy így mondjam, jómódú ember, és ezt elnézik. Akkor az embernek, hogyha esetleg még mást elhanyagol is, hogyha tud keresni. Én viszont hát keresni nem tudtam, mert én havi 500 forintért csináltam az egész múzeumi munkát, és ezért is aztán mosolyogtak, nem vették komolyan azt, amit én végzek. A vég aztán az, hogy mikor már kiteljesedett az anyag, mikor egészen széles lett az anyag, akkor most már a hatóságok jobban támogattak bennünket, és megkaptuk aztán a múzeumnak a mostani épületét, ahon most már mégis raktárunk is van, ha nagyon szűk is, és vannak kiállító helyiségeink is. Jó lett, azok is nagyon szűkek, de én bízok abba, hogy ez tovább is fejlődni fog, tovább is szélesedni fog. Nekem eredménytelen gyűjtőutam az sohasem volt. Biciklivel, saját biciklivel jártam a vidéket, ismerősöket szereztem. A tárgyaknak a zömét, különösen az első esztendőkben, azokat ajándékba kaptam általában. Nem is lehetett volna másképpen, hiszen a múzeumnak az első 4-5 esztendőben az egész biztosított költségvetése évi 14 ezer forint volt, ebből kellett kijönni, ebből tárgyvásárlásra nem jutott, viszont ajándékot lehetett szerezni. Sokat kacagtak engem,
a tárgyaknak a behozásával, amikor megpakoltam a biciklit, volt úgy, hogy 10 fatálat, ilyen kis teknőt hoztam be biciklin. Azután felraktam a guzsajokat. Hoztam be még tulipános ládát is biciklin. Azután van itt nekünk egy nagy öntöttvas mozsarunk. Az van, vagy 40 kiló, azt én gulásul úgy hoztam be a biciklin. Úgy inogott alattam, de azért óvatosan jöttem, aztán nem tört össze a kerék. Még kis malomkövet, az is van, vagy 40 kiló. Azt is hoztam be Varsányból biciklin. Na most, hogy is tudtam hozzájutni a tárgyakhoz? Hát az én módszeremhez hozzátartozott, az a természetemhez is hozzátartozott, hogy én nem szoktam csodálkozni valamin. Vannak olyan gyűjtőutak és olyan gyűjtők, hogy ketten-hárman kimennek valahova, keresnek egy bizonyos tárgyat, és amikor azt megtanálják, akkor körülállják és csodálkoznak rajta, hogy csodálatos, ilyen szép, olyan szép, ez biztosan, ezt feltétlenül meg kell szerezni. Hát én sose csodálkoztam. Hanem hogyha megtanáltam egy tárgyat, ami már a használatból kiment, vagy ott állott azon a határon, hogy tovább nem fogják használni, azt egyszerűen csak mint ócskaságot elkértem, hogy maguk ennek már úgyse veszik hasznát, és hát a múzeumban ott helye lesz. Nagyon-nagyon sok tárgyat kaptam így. Na persze, ennél is voltak érdekes dolgok, mert például Vitkában volt egy gyűjtőúton. Nagyon sok szép tárgyat kaptam, fatárgyakat, kerámiákat kaptam, szépen zsákba raktam, felraktam a biciklire, és aztán, mikor már a utcajtónál voltunk, akkor a házi asszony azt mondja, hogy ohó, vissza az egész. Ezt azért akarja vinni a múzeumban, hogy megmutassa, hogy régen milyen rossz világ volt, és most milyen jó világ van. Alig tudtam aztán meggyőzni, hogy hát nincsen ebből nagy probléma, és csak elengedte, hogy hozzam. Azután persze tanálkoztam Panyolán olyan asszonnyal, hogy a szövésnél van a csíkszedő deszka. Egy egyszerű kis ilyen gyalult deszka, az egyik vége kissé keskenyebb, és volt neki a padláson 4. Az ura hívt fel a padlásra, hogy ott összeszedjük a tárgyakat, és amikor lejövünk a padlástól, először is a cserépedényeket elszedte tőlem. Jaj, ez még jó lesz lekvárnak, ez jó lesz ennek, annak. A végén volt egy szép ilyen kis nagybányai szilke, nem volt feneke. Jaj, a drága szilkém, a drága szilkém. Azt mondja az ura, hogy tehát ennek már nincsen feneke, csak ugyan ki volt eső a feneke. Jaj, olyan keményre főzöm én a lekvárt, teszek az aljára kemény papírt, meg fog ezekbe maradni. Na és a csíkszedő deszka, tehát mit csinálsz, hát nem fogsz te már szőni. Jaj, de van nekem 4 jányom. Mit hagyok én a 4 jányomra? Hon laknak a jányait? Az egyik Pesten lakik, másik Székesfehérváron, és szert a világban, azért meg kell őrizni a csíkszedődeszkát. Szóval voltak ilyen élményeim is a gyűjtésnél. Na most sosem mentem rá egy tárgyra. Igyekeztem barátságba jönni, jó kapcsolatba jönni az emberekkel. Hogyha láttam, hogy elzárkózás mutatkozik, akkor én sose erőszakoltam, nem forszíroztam tovább a dolgot. Majd inkább később visszatértem, mikor már megbarátkoztunk, vagy már akkor volt fényképezőgépem. Igaz, hogy nem múzeumi keretből kaptam én ezt akkor, hanem a járási hivatal az a könyvtáron keresztül, a könyvtárnak a terhére az adott nekem egy kis verragépet, és akkor aztán a Lócán üldögélő nénit meg bácsit lefényképeztem, legközelebb 2 hét múlva arra jártam, akkor vittem neki fényképet, megnyílt előttem az udvar, megnyílt előttem a ház. Szóval így. Na most nem egy tárgyra mentem rá, hanem nekem is minden egyes ilyen gyűjtőút egy külön tanulmányút volt. Szinte kölcsönösen tanítottuk egymást, mert tanáltam valami tárgyat, nem ismertem annak a használatát, lehet, hogy más se ismerte volna a szakemberek közül, és akkor aztán nekem ott megmagyarán, kölcsönösen tanítottuk egymást. Mind nagy élmény volt. Arra törekedtem, hogy a paraszt életnek az egész rendjét azt tudjam bemutatni a múzeummal, és azt tudjam bemutatni az én feljegyzéseimbe is. Az egész paraszt életnek, falusi életnek a rendjéhez
Egy nagyon érdekes dolog is hozzátartozik, mert ezt nem lehet tárgyakba ábrázolni, tárgyítéssel nem lehet előhozni. Leírni nagy nehezen le lehet. Például a falu ismeretihez hozzátartozik nekem a falunak a szaga. Egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy él bennem, mint szagélmény a falu. Hát, először is vissza emlékezem ilyen őszi, téli estékre, amikor nagyon gyenge tüzelő volt a faluba, náddal, tengeri csutkával, mivel fűtögettek a kis parasztházakba, és ennek a füstje úgy megűlte a falut. Ez hozzá tartozik valahogy nekem, ez az enyhe ilyen füstszag a esti békességhez, nyugalomhoz, amikor a fonók voltak. Na most akkor jönnek az egyéb szagok, a tél. Amikor télen hordták a trágyát. Érdekes, nekem nagyon kedves szag az az enyhe trágya szaga, hogy az párolgott, és hogy a szánok végigmentek a falun, és az elérkezett az emberhez. Na most akkor jött ősszel a kenderáztatásnak a szaga. Hát azt mondják, hogy az az áztatott kender büdös. Nekem az egy nagyon kedves szag, mert jellemzi a falut, és ehhez hozzá kapcsolódnak nekem az én fiatalkoromnak azok a szórakozásai, amik hozzájöttek a kender munkákhoz. Na most ilyen szaga a falunak, az ünnepi szag. Ugye a falusi asszony felmázolta frissen a nagy ünnepekre a háznak a földjét. Legátus voltam olyan falukba, teológus koromba, ahol sok házba be kellett menni. Ma is bennem van ez az ilyen ünnepélyes szag, amikor ezt a mászt, ezt lótrágyával csinálták. Avval kevertek össze egy sárga földet, és olyan végnyen avval kenték be, és ennek volt egy ilyen enyhe szaga. Na most mellette a butorokat is rendbe szedték, akkor ez még a nagy ünnepeken megszíneződött, ez a mázolás szaga a Brunolinnak, a petróleumnak a szagával. Avval átkenték a butorokat. Amikor bekerül egy-egy ilyen régi butordarab hozzánk, sokszor alig tudjuk róla lekaparni, letisztítani azt, ami évről évre ebben az olajozással, petróleumozással rákerült, és ezt belepte a por. Na most az ünnepi szag, az hozzájön az ünnepi szaghoz egy kis dószag. Az előkerült a ruhákkal, az elővett ünneplő ruhákkal. Még a parókiákon is olyankor, ugye kinyitották az egyház ládáját, abban voltak a klenódiumok, azoknak is jött ez a gyenge doszaga. Na most akkor a parasztházaknak a mindennapi életéhez hozzátartozott a komlós korpa szárítása. A szomszédunkban öreg gazda lakott, az öreg Jenei Lajos bácsi, jómódú emberek voltak, hogy rendszeresen volt búzakenyérsütés, na ott a komlós korpát szárították. Az egy ilyen kason lógott a mestergerendáról vagy mennyezetről, és ennek egy olyan kovász, savanykás szaga volt. Ez nem minden házhoz tartozott hozzá, nem minden háznál tudtak olyan mennyiségű, vagy tartottak olyan mennyiségű komlós korpát, kovászt, hogy ez megérzett volna. De volt a savanyú káposzta szaga, ez egy ilyen őszi szag. Savanyú káposzta, besavanyították, az ott volt a pitvarba, és akkor az ellepte az egész környéket. És hozzátartozott magához a faluhoz. Na most a nagy ünnepeken, akkor a fővő töltött káposztának megint egy ilyen káposzta szaga, ilyen savanyú szaga. Tehát a falu úgy is jelentkezik, nem csak mint tárgy, nem csak mint folklór, még úgy is jelentkezik az ember előtt, hogyha erős vele a kapcsolata, mint szag. Ezt így, egyszer én ezt megpróbáltam már összeírni, egyszer valaki tán utánam, amikor megtanálja, hát fel is fogja dolgozni úgy, mint kuriózumot, mint
érdekességet. Ma persze ennek már vége van, hiszen a lakások átmodernizálódtak, és a mostani lakásokban a komlós korpaszag is, a brunolin szag is hiányzik, még a doszag is hiányzik, azután a mázolásnak a szaga is, a kender szag is elmúlt. De nekem ez, hogy is mondjam, egy olyan történeti visszaérzést, visszaszaglást jelent, amikor emlékezem a régi dolgokra, akkor ezek valahogy megjelennek bennem. Az az érték benne, hogy ő nem egy ószeres boltot csinált. Tehát nem a régiségek tárházát hozta létre, hanem a néprajzi tárgyaknak a tematikus gyűjteményét. Tehát egy tárgyból minden típust összeszedett. Ez az érték a szakemberek számára. Néprajzi tárgyunk van nekünk olyan 12-13 ezer vagy 14 ezer, nem tudnám így megmondani, nem vettem így számon. Ezen belül nagyon jelentős a népi textília gyűjtemény, az egy olyan 2500 darabból áll, és egy olyan 3000-3500 mintát azt őriz. Ezt nagyon fontosnak tartottam, a népi textíliát, mert az 1930-as években akkor indult el a beregi keresztszemes kézimunka, ilyen hódító útra, akkor csinálta meg itt Kelemen Gyula, a Vásárosnaményi akkori pap, csinálta meg a beregi házipari szövetséget, és dolgoztatta az itteni asszonyokat, jányokat, nagyon sok kereskedelmi ötlettel, ismerté lett a beregi keresztszemes, úgyhogy most az országban általában keresztszemest azt úgy emlegetik, hogy beregi. Nagyon sok a faragványunk. Ezek a faragványok, ezek ládákon, székeken jelentkeztek, de főképpen a szövésvonáknak az eszközein. Ott, ahol a férfiak az asszonyoknak a számára csinálták az eszközöket, guzsajtalpak, amin ült az asszony, amikor font, ezek nagyon sokszor nagyon díszesek, a mangurlók nagyon díszesek, de díszesek még a gombaitók is, a gombaitóknak a kis kitámasztófái, az úgynevezett cifrafák. Azután a pásztoroknak a művészetét is, azt is összehoztam, ami a területen volt, szarufaragást, egészen szép anyagunk van nekünk, szarufaragásból, részint pásztoroktól, részint parasztoktól. Azért érdekes a cserépedény gyűjteményünk, mert Vásárosnaménynak közvetlenül nem volt kerámiája. Vásár volt, és a Vásárba tanárkoztak a különböző közeli nagy központoknak a edényesei, fazekasai. Van egy másik ilyen jelentős ága a múzeumnak, ez az öntött vas. Az öntött vasakat, azokat én néprajzi tárgyaknak tekintem, mert a öntött vas a 18. század végén a nagy ipari forradalommal betört a háztartásokba, és betört a mindennapi életbe, és nem csak hogy jelen volt, hanem formálta is a mindennapi életet. Hogyha számba veszem azokat a tárgyakat, amik nekünk vannak, azok közül csak egyetlen egyet gyártanak ma már a tűzhelynek a tepeit. Egyedül ez az egy, ami megmaradt ebből a körülbelül 160-170 esztendős korszakból. Amikor az ecsedi láppal kezdtem foglalkozni, izgatott ez a dolog engem. Ez a nagy 160 ezer holdas, nyílt víztükrös posvány, káka, nádrengeteg, hogyan lett termőtájá. Mondom, kellene ezzel egy kicsit foglalkozni. Felhánytam a levéltárakat, könyvtárakat, és úgy éreztem, már mindent tudok az ecsedi lápról, amit egyáltalán tudni lehet. Mondom, elmegyek már Csiszár Árpád bátyámhoz, megkérdezem, tud valamit a lápról? Hát kiderült, hogy többet tudott a lápról, mint én, amit addig az összes irodalomba, könyvekbe, levéltári anyagba is, ugye recens anyagba, az én paraszt embereimtől egyáltalán, ugye hát összeszedtem. Elkezdtem gondolkodni, hogy hát igaz az, hogy Hermann Ottóval kihalt az utolsó polihisztor Magyarországon, ugye szokták mondani fenéket. Hát kérdeztem más témát, kiderült, hogy azt is nagyon jó tudja. Tudnélik, hogy egy nagyon jó természetű eszű ember, szóval úgy született, jó eszű embernek született, tehát egy élő, két lábon járó lexikon. Méghozzá olyan két lábon járó lexikon,
amelyben ma is ugyanúgy találom meg az adatokat, mint a tegnap, vagy ugyanúgy fogom holnap is megtalálni, mint ma. Tehát nem egy olyan alkotó egyéniség, aki mondjuk variálja, formálja az anyagait, szóval ugye ismeretanyagát, hanem ő tulajdonképpen úgy tudja a dolgokat ma is, mint ahogy azt, mit tudom én, 20 esztendővel ezelőtt látta, mit tudom én, hogy húzzák a szözt. És tudja azt, hogy a finom szözt hogy nevezik, a durvább szözt hogy nevezik, miből kell mondjuk a zsákmadzagot készíteni, milyen szözből, vagy milyenből kell a finom vásznat szőni. Csak egy példa, de a néprajz minden területéről, ugye olyan ilyen ismeretei vannak neki. Amikor én az egyházi munkával otthon foglalkoztam, az a múzeum túl volt aktív pihenés. Amikor a múzeumba foglalkoztam a dolgokkal, akkor a másik volt aktív. Én tulajdonképpen pihentem, nem tekintettem én ezt munkának. Nem tekintettem munkának, éppen úgy, mint hogy nem tekintettem kenyérkeresetnek se. Hanem, örömmel csináltam mind a kettőt szolgálatnak tekintettem, amire nekem megvolt az erőm, és mondom, aktív pihenés volt egyik is, egyikből a másik, és a másikból az egyik. Elvégeztem én a Gergely Gornyai egyháznál is a szolgálataimat becsületesen, és nem gazdálkodással foglalkoztam közben, nem kerestem közben, na és az is előny volt, hogy a feleségem, szegény az első feleségem, az eltűrte ezt, hogy én esetleg a kertet elhanyagolom. Vagy otthoni munkát, a házi munkát elhanyagolom, ezt eltűrte. És így szabadon mozoghattam az egyházi munka és a múzeum közt. Na most ennek van egy másik motivuma is, éppen az, hogy pap vagyok. Hogyha egyszer hozzáfogtam valamihez, akkor én presztízs kérdést csináltam belőle, hogy lehetőleg jól és lehetőleg teljesen csináljam, mert nekem teológiailag, mint papnak a belső parancsom a szolgálat parancsa, tehát egy népet, amik közt élek, az szolgálni kell. És hogyha avval tudom szolgálni, hogy a múltja és a jelene közt a kapcsolatot tudom, elő tudom segíteni, össze tudom kapcsolni, akkor én sok jót csináltam, mert egy egész sereg gyökértelen maradna, hogyha nem hoznám össze azokat a dolgokat, vagy nem hoztam volna össze, amiket összehoztam. Annak a közönségnek a szemébe maradna gyökértelen, vagy annak a számára, amelyik közel kerül a múzeumhoz, vagy mint múzeumlátogató, vagy mint munkatárs. Ami még nagy példa lehet számunkra, pedig én már nem vagyok egy fiatal ember, tehát az ifjúság számára is, hogy így mondjam. A Konok szinte dühös gyűjtő munka mellett. Hogy ő nem csak önmagára gondolt, hanem ő az élet folyamatára is gondol. Tehát arra is gondol, hogy ha ő már nem lesz, akkor ki csinálja tovább a dolgokat. És az ő népes ugye, családjából ugye, egy embert, ugye a Csiszár Saroltát, ő néprajzosnak szánta, és tulajdonképpen jól gondolkodott, és ma a Beregi Múzeum nem áll igazgató nélkül, vagy szakember nélkül, mert az apa helyére odaáll a leánya, akinek most jelent meg egy csodálatosan izgalmas és szép könyve a beregi kézi munkákról, amely ebben a sorozatban a szakemberek véleménye szerint az egyik legerősebb munka, és a legaprólékosabb és legtematikusabb anyagot ugye hozta össze, és nem áll úgy ez a múzeum, mint megyében van. Több olyan múzeum, hogy tulajdonképpen, ha az igazgatója nyugdíjba megy, akkor a múzeumot be kell zárni. Most nagyon egyszerűen telnek a napjaim, most, hogy öregebb lettem, meg téli időbe, mert felszoktam kelni 5:30 reggel. Akkor felébredek, felöltözök, akkor kiszoktam menni a konyhába, és akkor már megnyitom a rádiót, az a legelső, azután hozzáfogok a kávéfőzéshez, és hozzáfogok a tűzrakáshoz. Most akkor a rádió meghallgatom először a mezőgazdasági híreket. Szóval hallgatom a rádiót, kávéfőzés, meg tűzrakás közben, azt egészen 7 óráig. Még a 7 órás híreket is meghallgatom akkor, hogyha
Nem jól jegyeztem meg azt, amit 6-kor hallottam, vagy 6:30-kor hallottam. És akkor el szoktam indulni, biciklire kapok, hogyha nincsen itt valami különlegesebb dolog, akkor megyek be a múzeumba. Oda én úgy 8:30 táján szoktam megérkezni, akkor a kartársnők ma ott vannak, megkérdezem, hogy vannak, megkérdezik a napi programot, és akkor eltervezzük a munkát, közösen megbeszéljük, csináljuk. Na most akkor a feleségem szokta hozni a postát, előhozza, úgy 10 óra tájon, ő később érkezik be, mert a Digitum főz, 10 órakor kezdődik neki a szolgálata. Akkor, ha levelek jönnek, a feleségem meg Sarolta jányom elolvassák közakarattal a leveleket, azokra megcsináljuk a választ, a feleségem elvégzi az ittatás. Azután, ha van valami komolyabb mondani való, akkor én azt Magnóba mondom. Akkor eljön a dél, a többiek ebédelnek, én nem szoktam ebédelni, csak majd mikor hazajövök. Na és akkor 4 óra tájon hazajövök, akkor itt megebédelek. A múzeumban még kihagytam azt, hogy ha én ott leülök azon a kanapén, előttem van a hamutartó, az nekem egy olyan nagyon jó eszköz, én arra rákönyökölök, és hogyha nagyon elálmosodtam, akkor elalszom. És akkor aztán mosolyognak a kartársnak, és akkor felé nagyon jól tudok aludni, hogyha felkönyökölök, akkor rögtön tudok aludni. Na itt megebédelek, akkor tűzrevalót készítek téli, őszi időben, koratavasszal, fát vágok, akkor azt is behordom, vizet a konyhába rendbe szedem, míg a feleségem ott dolgozik. És akkor bevonulok ide az irodába, és leülök szembe a tévével. Olvasni most én magamtól nem tudok, megnézem a műsort, hogyha érdekel, akkor tudomásul veszem, hogyha történetesen nem érdekel, akkor felkönyökölök, és akkor alszom. És akkor aztán majd bevonul a feleségem, amikor bejön, akkor nekem az aznapi újságokat, azokat elolvassa. Először elolvassa a címeket, az, ami érdekel, azokat elolvassa végig. És hát ez így megy egészen este, 11 óráig, 11 órakor aztán lefekszem. Még kimegyek széjjel nézni az udvaron, kikísér a macska, végig jön velem a kutya az udvaron, és akkor szépen lefekszem, és akkor másnap reggelig nagyon szépen alszom. Azt nagyon nehéz volna elmondani, azt mindet, amit az ember szeretne. Hát szívesen beszélnék arról, hogy míg a gyermekeim kisebbek voltak, akkor azokkal rengeteg sokat csavarogtunk kint a határokon, amiket én ismertem, megmutattam nekik, ezeket a beregi erdőket jártuk velük, gombát szedni jártuk, a Tiszapartot. Utána biciklin kortam haza őket a nagyapjukhoz, Szamoskatár falvára. Ott volt olyan, hogy egyszer onnan hazosztom 50 kilométerre 2 gyermeket, 2 malacot. Azután a gyermekeknek az összes holmiát, ami ott voltak, egy hónapig a nagyapjuknál. Ezek az ilyen kedves, kalambos utak, emlékek, amik bennem élnek, erről sokat lehetne beszélni. Most újabban pedig az, hogy a gyermekek jönnek haza. Sorba jönnek haza, most itt voltatok egy nagy seregen, és ez nálunk nem olyan túlságos nagy szám, mert hogyha az egész család együtt van, akkor 24-en vagyunk. Úgyhogy itt általában az én feleségem készen szokott lenni ilyen nagy seregnek a fogadására, mert nem lehet tudni, hogy 4 pillanatban jönnek haza. Akkor aztán vannak unokáim, olyan unokám, amik egyenesen abban jön, hogy Margit néni, mit eszünk? Kérdi a mostoha nagyanyjától, a feleségemtől. Azután persze nem egyszerre jön, nem most jönnek a vasárnapok, akkor teljesen le vagyok terhelve úgy, hogy nem megyek a múzeumba, mert 2 templom van, mind a 2 helyen 2-szer istentiszteletet tartunk. Na akkor a programomat megzavarja egy-egy temetés, nagyon-nagyon komolyan szoktam ezekre készülni, akkor én másfél napig nem megyek sehova, akkor evel foglalkozom csak. Na, ebbe telik az életem, és ehhez kapcsolódnak aztán az emlékémet, lehetnék rengeteg sokat beszélni, egy élet hosszú. Ma az én életem idáig hosszú volt, és annyi minden van, hogy... Mit vársz a jövőtől? Jövőtől?
Hát azt, hogy most nyugdíjba megyek a parókiáról, a múzeumban még akkor dolgozom tovább, Naményban megkaptuk a lakást, a tanácsi lakást, és akkor onnan be fogok járni a múzeumba, csak az az egy aggaszt, hogy mit fogok én csinálni, kis fizikai munkát, mert hiányozni fog a napi kerékpározás, az ugornyára meg Naményba kerékpározás, meg hiányozni fog a tengeri fejtés, meg a favágás, és akkor én egészen el fogok puhulni, egészen el fogok lustulni. Azt meg nem szeretem, hogy csak úgy cél nélkül sétáljak, ődöngyek. Hát muszáj keresni, tanálni valami kis, nekem való fizikai munkát, amit még bírok szemmel, meg tüdővel. Ez tovább, és akkor aztán öregszem még tovább, azt meghalok. Hát mit mondjak, micsoda a vége, hát a vége mindenkinek ez. Reméljük, hogy nagyon sokára lesz ez. Hát ez nem tőlünk függ, és ez nem így a reménység dolga. Én már, amit én tehettem, megtettem, hiszen két gyülekezetben voltam most utóbb, 26 esztendeig. Itt elvégeztem én a feladataimat, amennyire különöttem. Azután az első feleségemmel, ahol felneveltük, hogy két gyermeket, egy hat, meg négy éves korában maradt belőle a hat. Azután úgy lett, hogy sikerült megcsinálni ezt a múzeumot is, összeszedni egy csomó anyagot, tárgyat, azután egy nagy sereg adatot, dokumentumot. Hát mit várjak én még? Mit csináljak én még? Tovább ezekbe mozgok, amennyire én tőlem telik, és aztán lassan hanyatlok le. Ennyit csak. Köszönjük a beszélgetést. Nem tudom, hogy ez neked hogy kell elmenni.